Közel 200 ember vett részt hétfő délelőtt Vásárosnaményban azon a tüntetésen, melyet a helyi ARJ ruhagyár munkavállalóinak elmaradt fizetései miatt szerveztek. Az eseményen több érintett dolgozó táblával üzent a cég vezetésének, megfogalmazva, hogy követelik az elmúlt hónapokban ki nem fizetett bérüket. Az 530 embert foglalkoztató varrodában még márciusban állt le a termelés. Akkor az angol tulajdonosok azt kommunikálták, 270 ember az eredeti bére 70%-áért dolgozhat tovább. Az emberek dolgoztak is, a járvány idején maszkokat vartak, májusban és júniusban azonban az ő jogos fizetésük már nem érkezett meg. A tulajdonos felelőssége nagy mértékben benne van, mert igaz az, hogy a veszélyhelyzet miatt könnyűipari cégek kerültek nehéz helyzetbe, de mindenhol találtak megoldást arra, hogy az átmenetben valamilyen módon jövedelemhez jussanak a munkavállalók. Ez itt nem történt meg. Egyrészt nem vették igénybe a bértámogatási lehetőséget, ami egy részbeni megoldás csak, de lehetőség lett volt arra, hogy amennyit dolgoznak, annak megfelelően maximum 70%-ig bértámogatást kapjanak. A másik, ami elmulasztásra került, hogy a szakszervezeti kérések és javaslatok ellenére nem alakult ki egy párbeszéd arról, hogy milyen jövőképet szán a tulajdonos a cégnek. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője közleményt juttatott el a dolgozók részére. Mindebben úgy fogalmazott, nemrég egy online konferencián arra kérte az angol tulajdonosokat, minden állami segítséget vegyenek igénybe a munkavállalók kifizetése és megtartása érdekében. Ezzel kapcsolatban azonban elutasító magatartást tanúsítottak. Filip Sándor polgármester az eseményen elmondta, az országgyűlési képviselővel közösen a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához fordulnak. A cél ugyanis az, hogy a bajba jutott embereknek minél előbb legyen biztos bevételi forrásuk. Valószínűleg magasabb szintű probléma ez, mint mi gondoljuk. Ugyanakkor van kiút, hiszem, hogy két héten belül le tudunk ülni a főszervezeti úrral, megnézni azokat a lehetőségeket, képzési formákat, amelyekre esetlegesen azok a dolgozók, akik vállalják átképzésen, vehetnek majd részt. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy amikor a álláskeresési időszak lezárul, ez a 3 hónap, megnézzük a közszolgálkoztatásban rejlő lehetőségeinket, megnézzük azokat a tartalékokat, amelyek kapcsán egy időszak még átívelhető, megoldható, még ha nem is olyan életszínvonalat biztosítva, mint ami eddig volt, de úgy vélem, hogy ez az átmeneti időszak megoldódhat majd. A demonstráción elhangzott, a ruhagyár alkalmazottjai attól tartanak, hogy még a cég felszámolása előtt fel kell mondaniuk, ezzel azonban a végkielégítés lehetőségétől is elesnének. A szakszervezetek közösen most azon dolgoznak, hogy az emberek minél előbb megkapják a szerződést szerint biztosított bérüket, majd a helyzet normalizálódása után állami segítséget is igénybe véve újra kezdődjön a termelés a gyárban. Az üggyel kapcsolatban szerettük volna megszólaltatni a Varroda vezérigazgatóját is, ő azonban engedély hiányában nem nyilatkozhatott.